A véradások minden évben a Vöröskereszt és a véradó szolgálat előzetesen elkészített tervei alapján zajlanak. Tolna vármegyében sincs ez másként. 2022 pedig a nehézségek ellenére is kifejezetten sikeres esztendőnek tekinthető az országnak ezen a részén. A kitűzött nagyjából 7500 fős célt ugyanis szinte sikerült teljesíteni. Ez pedig nagy szó, ha figyelembe vesszük, hogy Tolna az ország második legkisebb vármegyéje. 6200-nál több véradó jelent meg a véradásokon, ami azt jelenti, hogy 200 véradó esemény volt a 2022-es évben. Tehát én úgy gondolom, hogy itt az országos átlaghoz képest Tolna megyében továbbra is megfelelő a véradókedv, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet mint mindenen, ezen is javítani. Éppen ezért már most is zajlanak az ilyen események, hogy az idei cél is teljesüljön. A szakemberek most elsősorban a kisebb településen élő önkéntes segítőkre számítanak. Szerdán Kakasdon és Cikon várják azokat, akik egy tűszúrás vállalásával hajlandóak mások életét megmenteni. Valamint Bogyiszlón lesz egy kiszállásos véradás csütörtök délután 14 és 17 óra között. És a következő héten is folytatódik a viradások lehetősége, 17-én Faddon a művelődési házban, 14 és 18 óra között van erre lehetőség, valamint 18-án szerdán a katasztrófavédelem dolgozóinak lesz véradás délelőtt. Véradásra tehát egész évben van lehetőség Tolna megyében, aki pedig erre vállalkozik, akár három másik embertársának is segíthet.